Tessékát kérek szépen! Egyszerűen imádom a vonatokat. Egyszer kiskoromban szerintem azért tapadtam rá, ennyire megláttam és nagyon tetszett. Azért is, mert jól néznek ki, meg sokszor beengednek a mozdonyba. Voltam mozdonyban, voltam egy csörgőben, az egy, most nem tudom, hogy mi a közöttük a pályaszám, voltam egy szilibe, praxba is voltam már, meg flörtben is, az egy ilyen villanymotorvonat. A legjobban azt szeretem bennük, hogy mennek, meg hogy fel lehet szállni, meg lehet nézni. A kedvenc mozdonyom az a Trax, ez egy Bombardier gyártású mozdony, és ugyanúgy villany, és nagyon modern, tehát már féktárcsás, nem fékpofász, mint a szili. A sziliben azt nem szeretem, hogy a karbantartása rengetegbe kerül. A vonatnak azért kocogtatják meg a kerekeit, hogy megnézzék, hogy jó-e a kerék. Ha nem jó, akkor kicserélik, ha ilyen ütött-kopott hangja van, akkor kicserélik, ha szép csengő, akkor meghagyják végén, ugyanez van a fékpofákkal is. Hát a fecskét, azt nem tudom, hogy miért keresztelték a fecskének pont, de azt tudom, hogy azt is ugyanúgy egy szili húzza, csak a neve elé betették, hogy papagáj szili, mert három színre van festve. Hát a legtöbbet apukámtól tudom, mert pár dolgot fel is fedeztem rajta. Én ilyen vonatmérnök és ilyen vonatos cégvezető szeretnék lenni. Egyébként meg szeretnék, még amíg nem találtam ki az egész, vagy még nem találtam meg a helyet, ahova ezt betehetném, vagy még nincs meg akkor a tudás, akkor valószínűleg mozdonyvezető leszek. Stop!